Hát bemutatjuk az utolsó napunkat ebben a csodaszép szállodában és a városban. Elmegyünk a bazárba, meglátogatjuk a helyi plázát, még utoljára körbejárjuk ezt a csodaszép szállodát, megmutatjuk a kedvenc helyeinket, lemegyünk a tengerpartra, eszünk, egy kicsit biliárdozunk, egy kicsit bulizunk, még egyszer itt utoljára. A medencében már vannak egy, ja nem, néhány ember már úszkál a medencében. Reggel 8 óra van, hogy tudnak ilyen korán már? Már lehet, hogy megreggeliztek, és már benne vannak. Hát, van, aki korán fekvő. Takarítanak, ott is egy takarítónéni, ott. Nagyon tisztaság van egyébként, mármint itt a medence környékén. Mert ugye a WC-ben találtunk érdekes dolgokat. De lényeg, hogy itt kint azért próbálnak rendet tartani. Indul a reggeli torna nagyon helyes, nehogy valaki itt a nyaralás közben eltespedjen, de mint látjuk, elég nagy az aktivitás. Nagyon sokan érdeklődnek, ez egyébként nagyon jó pofa. Tök vicces ez a torna, ahogy csinálják. Itt ugyanúgy torna zajlik, csak ez a vízi verzió. Itt a vízben tornáznak, de ez is nagyon jó pofa. Ezek itt a reggeli italok. Meglepődtünk, hogy van benne préselt narancslé némelyikben. Reggelinél is nagyon nagy a kenyérválaszték, és általában nagyon finomak. Péksütemények is nagyon finomak. Nem mindegyik töltött, ez itt vaníliás, ez nem töltött. Ez nagyon finom, ez a csokis. Ezek ilyen szalámi félék, sajtok, kicsit le van már rabolva. Van külön margarin és vaj, meg joghurtok. A reggelinél is vannak gyümölcsök, az mindig van, ez nagyon-nagyon szimpatikus dolog. Az is szimpatikus, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a zöldség. Halféle az mindig van, de hát ez nem nagy csoda a tengernél. Ma kisétáltunk a szállodából, és eljövünk ide a Medinába, az óvárosba. Legalábbis azt mondják, hogy nem sokat kell innen sétálni a szállodától, és megnézhetjük az óvárost. Végül nem mentünk el a Medináig, mert nagyon messze volt. Elsétáltunk a közeli kis bazár sorig, és megnéztük, hogy a közelben lévő árusok mi mindent árulnak. No, sirami. Unéva fa. No, no bra. Ugye? Can put water with a flower. The vase. Yeah. The water, no. Like this. Ez az úr itt pont azt magyarázza, hogy vegyük meg ezt a dobot, mert vázának is használható, hogyha megfordítjuk. Felül a virágot beletesszük, alul a víz nem folyik ki, és ha éppen vázának nem használjuk, akkor lehet rajta dobolni. Hát a hülyének is megéri, nem? Most kerül rá a neved, Attila. Tök jó. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz szép. Ide leíratta velünk a nevet a papírra, és most bele, abba a karkötőbe bele. Hát így ütögeti. A bazársor után ellátogattunk a helyi plázába, ahová taxival mentünk. Az általánosságban elmondható, hogy az autók nagyon rossz állapotban vannak, ütött, kopott szinte mindegyik. De ez a mi sofőrünknek abszolút nem szegte kedvét, dudorászott végig, nagyon kedves volt, kérdezgetett bennünket, próbált beszélgetni, és mint látjuk, gyönyörűen kidekorálta belülről az autóját. Megjöttünk Susza, ha így kell mondani, plázájába. És most körülnézünk, mert a környezet az hát eléggé elhanyagolt, meglátjuk, hogy a pláza milyen. Nagyon szép egyébként ez a pláza, meglepő, mert egyébként a környezet eléggé elhanyagolt a legtöbb helyen, de ez nagyon szép. Bárhová mész, ellenőrző kapun kell átmenned, nyilván nem véletlenül. Úristen, micsoda szépség! Hát ez olyan gyönyörű, hogy nem is értem. Bejöttünk a tunéziai utcákról, ami hát azért őszintén nem túl tiszta. Ez meg egy csodálatos hely. Micsoda sütikék, mintha fenyőtoboz vagy pálmafa lenne, és ez ilyen desszert. Pistachio. De jól néz ki. Jó étvágyat, jó kis lemon tart, ezt meg kellett kóstoljuk.
hogy itt milyen a lemon tart. Az árak körülbelül ugyanannyit, mint otthon, úgyhogy nem érdemes itt vásárolni, max olyasmit, ami otthon nincs. Azt általánosságban el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon fontosak nekik a gyerekeik. Rengeteg, majdnem minden harmadik üzlet gyerekruha vagy játék. És egyébként is azt látom, hogy nagyon sok a kisgyerek, és anya, apa, mindenki nagyon sokat foglalkozik velük. Tehát ez nagyon-nagyon szimpatikus. Most itt egymás mellett van vagy három gyerekbutik. Nagyon-nagyon sokat foglalkoznak a gyerekeikkel, tényleg, és nagyon jól is, hát amennyit látunk belőle. Na, megjöttünk a kedvenc helyünkre, egy drogéria. Nekünk mindig, mindenhol a drogériát meg kell néznünk. Elnyem a szíved, Mollikának ez a kedvenc helye. Benéztünk a helyi Tesco-ba is, hát Judikám, még Tunéziában is te jutsz az eszünkbe. Óriási választékban a halva, hatalmas. Nekünk mondjuk állatira nem jön be az íze. Vettünk mi is egyszer-kétszer az utazásainkon, de sajnos kidobtuk, mert annyira rossz volt. A halva egy édesség, amit szezámokból, cukorból, mézből és növényi olajból készítenek, és rendkívül népszerű a Közel-Keleten, valamint a Balkánon. A Nutellának elég durva ára van, 3600 forint. Ehhez képest a helyi mogyorókrém az egy kicsit normálisabb. Rózsa Bimbo. Fűszerkavalkád. Mindenféle. Júj, de jó! Milyen jó illata van! Ez petrezselyem! Isteni! De klassz! Vannak azért itt is borzalmas árak. Nézzük ezt a napernyőt. 1200 dinár. Te jó ég! 150 ezer forint. Na, ez az arab nők speciális viselete fürdéshez. Nagyon sok ilyet látunk a medence mellett. Itt is vannak madarak. Mindenhol vannak gyakorlatilag, mindenhova beszállnak, ott ülnek a rúdon. Itt a szállodánk bejárata, a kapu, itt van egy parkoló, nagyon elegáns minden, és itt van maga a szálloda, nagyon szép, mint egy ilyen indiai palota. Nagyon szép, tiszta minden. Hello, baba! Természetesen ellenőrző kapu itt is, mint mindenhol. A sósvizes úszómedence, azt gondoltam, hogy nem olyan jó, de aztán rájöttem, hogy de igen, mert tökről fenntartja az embert. Igazából sokkal kevesebbet kell kilódni az úszással, amúgy se kilódunk vele, de olyan jól fenntart a sósvíz, hogy elképesztő. Én nem tudom, hogy hány szoba lehet ebben a szállodában, elég sokan vagyunk, de nem túl sokan. Tehát abszolút ez a sok ember gyakorlatilag tök jól elfér itt egymás mellett, és nincs tömeg, nincs sehol tumultus, mindig lehet találni napozó ágyakat. Mi is lejöttünk ide a medencéhez, és nem reggel jöttünk már le, és azt gondoltuk, hogy itt aztán egy darab hely nem lesz. Hát de, rögtön találtunk egymás mellett többet is. Nézzük meg közelebbről is a medencét. Itt van szemben a pool bar, vagyis a medence bar. Nagyon szeretik az emberek, egész nap ott tücsörögnek. Mi is szeretjük, különben szoktunk ott tücsörögni. Ott szemben van az étterem, ahol ebédelni szoktunk. Ott van az az épület, ahol a szobánk van. Nagyon szép ez a szálloda. Jó választás volt. És itt van egy spa, vagyis egy ilyen beltéri medence, ami tök jó. Mert délelőttönként, amikor még nagyon süt a nap, akkor nem szoktunk kijönni ebbe a medencébe, mert itt ugye nincs semmi árnyék, és állati meleg tud lenni. Szóval olyan délig, ha fürödni szeretnénk, akkor itt szoktunk ebben a elég jó kis helyen lévő beltéri medencében. Állati szép a kert is egyébként. Itt látszik, hogy mennyire szépen karban tartják, locsolják, nyírják. Tényleg állati szép. Ott van a távolban a tenger, mindjárt megyünk oda is. Benézünk itt az ablakon. Itt a beltéri spa. Ennek az a különlegessége, hogy sósvizes a medencéje. Itt van szauna is, te jó Isten! Ide minek? Mollika a kis sellő.
6 óra van, és sajnos 6 órakor kizavarnak minket a medencéből, mert bezárják a medencét, elkezdik klórozni. Máshol mindenhol az volt a tapasztalat, hogy 8-kor zárnak, itt 6-kor. Úgyhogy már mindenki jön is kifelé szépen. Bizony, 6-kor fájront van, bontják a bulit. De ahogy elnézem, ez itt senkit nem zavar igazából, mert itt ez a szokás. Bár nem tudom miért kell 6-kor, kicsit korainak tűnik, de a parton azért továbbra is nagy az élet. Ott paraszélingeznek még mindig, egész nap itt mentek ezek a színes ernyők, tök jól néznek ki. 6 órakor kiküldenek minket a medencéből, de akkor még lejöhetünk ide a tengerpartra. Itt most sokkal többen vannak, mint napközben, nyilván, mert a medencében már nem lehet menni. Ott a környező, vagy a szomszédos szállodáknál milyen sok ember van a parton. Úristen, micsoda színes kavalkád. Állati jól néz ki. Nagyon szép a part. Nagyon szép a homok, ilyen fehér homok. Nagyon szép, igazi tengerpartos hangulat. De cukik ezek a gyerekek, itt óvakodnak a homokban, tyúklépésben. Hát nagyon édesek. De cukik. Mint akik nem jártak még homokban sosem. Hát tündériek komolyan. Lement a nap, de még mindig egy csomóan fürdőznek. Vagy hát nem ment még le, de mindjárt lemegy, 7 óra van. Megyünk fel készülődni a vacsorához. Fú! Itt egy jetski is, ez nagyon jól tolja. Gyönyörűen megy le a nap. Itt megy le. Ú, de szép. Júj, de gyönyörű, ott megy le a nap. Jaj, de klassz. Nem akartok ti is ilyenem menni, Molly? Már mentetek. Hol volt az? Törökországban. Itt tevegeltetek. Mi meg mentünk utánatok, és majd leégett a lábunk a homokban. Ez annyira jó pofa a tevegelés. Csak a leszállás huncut. Mikor letérdel a teve, és az ember úgy érzi, hogy mindjárt előre fejjel beleáll a homokba. Az vicces. Tessék, lovagolni is lehet, ha valaki szeretne, ott a kislány lovagol, de cuki. És jönnek a tevék visszafelé. Ezt ki kellene azért próbálnotok. Bár tevegeltetek már. De azért ez mégis más. Itt most Afrikában vagyunk, az talán nem ugyanaz. Ezt a banánt kellene egyszer kipróbálni, még nem volt hozzá merszünk. Nem próbáljátok, kisrácok? Én innen a partról majd veszlek benneteket. Na, egy utolsó kör a szobában, mert most búcsúzunk ettől a szobától és a szállodától. Már itt pakolászunk, még majd lemegyünk fürödni, tehát itt van a strandtáska, de már igazából összekészítettük a cuccunkat. Ide ki van készítve, hogy miben fogunk utazni. Itt az én bőröndöm összerakva, itt van az a táska, amivel majd utazom a repülőn. Igen, egy tablet, vagy iPad, egy csomó gyümölcs, amit ide hoztak nekünk folyamatosan a szobába, hoztak állandóan gyümölcsöt, meg se tudtuk enni annyit. Jó, telefonok, jaj, ezt a kalapot is el kell tenni, itt még egy bőrönd, igen. Itt a kanapé, a fotel, és most nézzünk ki még egyszer utoljára a teraszon. Ezt a kilátást nem lehet megunni. Ezt lehetne nézegetni naphosszat. Na, 2x1 dinár. Jaj, ez nagyon jó, ezt nagyon szeretjük. Nekem ez a kedvencem. Na, búcsúzóul kaptunk még egy csótányt itt a biliárteremben. Az elsővel a parton találkoztunk, akkor még nyugodtabbak voltunk, hogy a szállodában nem lesz, de aztán végül lett. A férfi vécében is találtunk néhányat, és végül itt a biliárteremben gyönyörű méretes darab, annyira ronda. Szerencsére azért olyan sokat nem találtunk, csak néhányat. Ki a mester. Iskolázd le őket, gyerünk. De nagyon meleg van itt, egy kicsit lejjebb kéne, mert
meggyulladunk. 19, azért kicsit kevés lesz. Egyébként itt ki kivel van? Két csapat van? Fiúk, lányok ellen? Aha, jól van. Lassan befejeződik a vacsora, és kezdődik az esti mulatság itt a plac közepén, mint ahogy minden este. Helmi tromba is over there, back south, okay? So, my dame und herren, wer will spielen kann, Helmi kontaktieren.